Köszönöm szépen, hogy az aláfestő zenét Franco Michalizzi szolgáltatta. El kell mondanom, mert az előbb baj volt, elmondom nektek. Ugyanis letörölték egy videómat. Ide jutottunk, úgyhogy ha ezt most látjátok, az azt jelenti, hogy sikerült valami csehszlovák oldalra feltöltenem egy tartalékos oldalra, hát ha ott majd megmarad, és a leírásban lévő linkre szeretném, hogy kattintsatok rá, hogyha meg akarjátok nézni. Ugyanis most nem otthon vagyok, ez az egyik, ugye. Feltűnik, hogy Tekla sajnos nincs itt, bár most elveszne a tömegben. És hát ugye beüzemeltem előre videókat, hogy a nyaralás alatt is azért menjen ki egy vagy kettő, az egyik ilyen Houston Texans volt. Csak hát náluk azért eléggé különös volt a szituáció, ugye, hogy a plébános színre lépett, aztán ott ellopta a show. Szóval ezzel kapcsolatban akartam egy kis felzárkóztató videót prezentálni. Csak hát, amikor ezt felraktam előzetesen, ugye beütemeztem, hogy majd kijön ezen a napon, akkor azonnal világ összes üzenete megérkezett, hogy hát így van törölve, meg úgy, meg amúgy, meg nem szabad ilyet csinálni. Jól van, mondom, nyugi van. Mert az egy igazi exkluzív videó volt egyébként arról, hogyan került a Houston Texans élére Remek Jack. És hát nyilvánvalóan messzire ér a keze. Ezt tudtuk, hogy ő azért mindenben otthon van, már itt a YouTube-ot is elkapta. Úgyhogy letöröltette velem. Úgyhogy nem tudok mit csinálni sajnos, nem azt mondom, hogy a világ legjobb videója, de hát ha már dolgoztam vele egy délutánt vagy délelőttet, nem is tudom már mit dolgoztam vele, hát akkor már csak kirakom valahova, rohadjatok meg. De azért mégiscsak, hogyha rászántam az időt, hát akkor persze, hát menjen ki, hát itt nem nagyon tudok más csinálni értel, és mit tudnék csinálni? Kimegyek, csak rohangálnak a mesztelen nők egyfolytában ott a strandon. Nem, inkább bejöttem, nézegettem a Houston Texansba kik vannak. Azért, van egy határ. És akkor kiraktam most így, arra kérek titeket, hogy akit érdekel, az menjen rá a linkre, hát ott meg tudja tekinteni, hát honnan nem szedik le, és akkor hát vagy ide bekommentálsz, vagy nem kommentál semmit, vagy nem érdekel érted. És simán rányomsz a dislike-ra, hát nem, azt is lehet csinálni. Szóval ha ezt látod, akkor sikerült feltölteni. Nem annyira erős itt a feltöltési sebesség, el kell mondanom itt a félsziget országba, de lefele jó az internet, legalább annyi. A Jereván meccset bebírtam hozni. Onnantól kezdve meg mondjuk nem igazán segített rajtuk. Szóval most egyelőre ennyit tudok prezentálni. Ma megnézed ezt, vagy nem nézed meg, ha nem érdekel. Holnap jön a Texans rendes előzetes, amiben nem fogok külön kitérni arra, hogy a holt szezonban mit csinált ez az ember, illetve továbbiakban is majd itt próbálok felvenni anyagokat, hogy azért legyen, nem kell izgulni miattam, életben vagyok. De hát, hogyha nem jön egy vagy két videó így sorban egymás után, akkor ne lepődjetek meg, mert hát egyrészt azért a sávszél, az nem fúj annyira, de én dolgozgatok, aztán megpróbálok most egyet-kettőt még, aztán minél hamarabb fel is rakni, de hát nem csak rajtam múlik. Mindenesetre köszönöm szépen a megértést, meg a türelmet, illetve ezt a megtekintést is, meg azt is, hogyha esetleg átmentek, és akkor holnap biztosan találkozunk, mert az már pöpecül be van állítva. Utána mikor, az még kérdéses, de fogok jönni Texanszal, utána meg a Cardinalszal, ez a tervem. Aztán, hogy utána hogy lesz, az még nem tudom előre. Ne féljetek, együtt meg tudjuk csinálni, kihúzzuk még ezeket a borzalmas napokat, mint ami most is van, amikor nincs sajnos barátságos futball, amit tudnánk nézni, de mire elkezdődik, addigra véget érünk, és minden csapat be lesz harangozva gyönyörűen csodálatosan. Köszönöm szépen mindenkinek a támogatást az előző videó kapcsán és a 2001-es kapcsán, illetve köszönöm szépen a kiegészítést, mert nem voltam egészen precíz a Tuck Rule kapcsán. Még őt összevesznénk, aztán egymásnak az anyját elővennénk. Szépen óvatosan. Én is belehibáztam kicsit, de szerencsére a kommentekben sikerült letisztázni azt, hogy mi is volt a fontos szituáció, és végül is így akkor egy happy end a vége. Jó szórakozást kívánok akkor a lengyel, nem tudom milyen porosz linkhez, ami van, és akkor folytatás holnap mindenkinek, szép napot, valahogy bírjuk ki. Csáv, szevasztok!